kell majd ezt az értéket olvasni, hogy ugye a 100%-os bánat tartalom. Emeld magasabbra egy kicsit, na azt akarjuk megnézni, hogy a sziklagyepen mennyi. Így mérték a páratartalmat a Makuj József Attila gimnázium diákjai a Dunadráva Nemzeti Parkban nemrégiben. Az intézményben 19 éve hagyomány, hogy megszervezik a környezet és természetvédelmi tábort, melynek célja, hogy távolabbi nemzeti parkokban ismertessék meg a fiatalokkal az ottani élővilágot és geológiai jelenségeket. Éppen ezért májusban a biológia és földrajz tantárgyak iránt érdeklődő gimnazisták a Dunadráva Nemzeti Parkba látogattak el egy ötnapos túrára. A program nagyon bőséges volt, ugyanis az idén nyertünk pályázaton a Nemzeti Tehetségprogram keretében egy jelentősebb összeget, minek következtében nagyon sokat tudtunk menni a Nemzeti Park területén, és nagyon sok olyan fontos részt meg tudtunk keresni, amelyet egyébként nem tudtunk volna az anyagi helyzet miatt. A diákok nem csak a tanulmányaikhoz köthető tudással, de élményekkel is gazdagodtak. Most először vettem részt ezen a terepgyakorlaton. Nagyon tetszett, és sok olyan programban lehetett részem, amit eddig még nem csináltam. Például voltunk kenuzni, ami szerintem egy nagyon jó élmény volt, és újdonságnak számított, valamint az időtől eltekintve nagyon sok olyan programot is csináltunk, amit az iskolával eddig még nem. A terepgyakorlat előnye, hogy a tanórákon elméletben megtanultakat a gyakorlatban is megvizsgálhatják. A földrajzórákon, mivel itt a karsztosodás egy elég jelentős példája mutatkozik, az Abaligeti Cseppkőbarlangban is voltunk, tulajdonképpen azokat, amiket a karsztjelenségekről a földrajzban megtanultak, azt mind az életben is láthatták. Biológiából pedig a nemzeti parkok azok kötelező tananyag, az ott élő társulásokat be tudjuk mutatni. Növényt határoztunk, tehát a határozás gyakorlatába is bevezettük a gyerekeket, és egészen más az a természetben látni a társulásokat, mint képeken. A túrázók többek között megmászták a Jakab-hegyet, vízi túrán vettek részt, és a diákok kis előadásokat is tartottak a biológia és földrajz tantárgyakhoz köthetően.